Mindenkit sok szeretettel köszöntök. A most következő videóban folytatjuk a kondenzátorokkal kapcsolatos ismereteink bővítését. Remélem, hasznosnak fogjátok találni. A kondenzátorok a legtöbb elektronikai berendezésünkben megtalálhatók az ellenállásokkal együtt. Nélkülük semmilyen komoly elektronikai berendezés nem képzelhető el ma már. Ezért alapos ismeretük nélkülözhetetlen. Kondenzátor található a tévében, a rádióban, a számítógépben, a töltőben, a tápegységben, egy szóval mindenhol ott vannak. Mint már tudjuk, a kondenzátor két kivezetéssel rendelkező passzív energiatároló jellegű áramköri elem, a testek töltéstároló képességét felhasználó villamos alkatész a kondenzátor. Az előző videónkban a kondenzátorok fizikai működésére helyeztük a hangsúlyt, most viszont az áramköri elem, vagyis az alkatész kerül bemutatásra. A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a rendelkezésre álló kondenzátorok kapacitása nem megfelelő, túl kicsi vagy túl nagy. Ilyenkor több kondenzátort összekapcsolunk. Az összekapcsolt kondenzátorok úgy viselkednek, mint egyetlen kondenzátor, melynek kapacitása az eredő kapacitás eltér az összetevő kondenzátorok kapacitásától. Ha a kondenzátorokat egymás után elágazás nélkül kapcsoljuk össze, soros kapcsolásról beszélünk. Az összekapcsolt fegyverzetek csak megosztás útján juthatnak töltéshez, így azok csak előjelben különböznek. A kondenzátorok soros kapcsolása úgy fogható fel, hogy az egymással szembeni felületek távolságát növeljük, így az eredő csökken. A sorosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitását ugyanúgy számíthatjuk ki, mint a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokét. Sorosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitásának reciproka egyenlő az egyes kondenzátor kapacitások reciprokának összegével. Természetesen itt is működik az ellenállásoknál megismert replusz művelet. Ha mindegyik kondenzátor pozitív és negatív fegyverzeteit külön összekötjük egy közös pontba, párhuzamos kapcsolásról beszélünk. A párhuzamos kapcsolással növeljük az egymásra szemben álló fegyverzetek felületét, így a kondenzátorok együttes eredőkapacitása is növekszik. Az eredőkapacitást tehát az egyes kondenzátorok kapacitásának összeadásával számíthatjuk ki. Az összekapcsolt fegyverzetek ekvipotenciális felületet alkotnak, így a szembeálló felületek között minden azonos a feszültség. Általában sorosan és párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok is találhatók egy kapcsolásban. Az eredő kapacitás kiszámolásához szükséges összevonások hasonlóan történnek, mint az eredő ellenállásnál, azzal a különbséggel, hogy itt a sorosokat repluszolva, a párhuzamosokat összeadva kapjuk meg a helyes eredményt, pont fordítva, mint az ellenállások esetén. A kondenzátor egyenállam esetén ebben szakadásnak tekinthető. Ezt könnyen beláthatjuk, ha a két fegyverzet között elhelyezkedő szigetelése gondolunk. Gyakorlatilag azonban, amíg fel nem töltődik a kondenzátor, addig folyik állam a körben. Nézzük meg most a kondenzátor működését soros államkörben. A C kondenzátort az U0 feszültségű generátorról egy ellenálláson át fogjuk feltölteni, majd kisütni. Kövessük végig a bekapcsolás pillanatától a lejátszódó folyamatokat. Kezdetben a kapcsoló a kettes helyzetben áll. Ekkor a kondenzátor tölteten, így nincs feszültsége sem. A kapcsoló átváltásakor U0 feszültség kerül az ellenállás és a kondenzátor elemekből álló soros hálózata. A generátor pozitív sarkából a töltések elkezdenek vándorolni, a kondenzátor pozitív fegyverzetébe, ahogy az szöltődik, áram keletkezik. Ugyanakkor a generátor negatív sarka az ellenálláson keresztül elvonja a negatív fegyverzetbe az elektronokat, tehát jobb oldalt is áram keletkezik. Habár a dialektikum miatt el van szigetelve a két fegyverzet egymástól, a töltés kialakult két áram miatt olyan, mintha a kondenzátor ott sem lenne, vagyis a kondenzátor kezdetben rövid zárként viselkedik. Az áramot csak a vele sorosan kapcsolódó ellenállás Fordátozza. Ahogy a kondenzátor pozitív fegyverzetébe gyülekeznek az elektronok, illetve a negatív fegyverzetben kiürülnek, a fegyverzetek és a generátor sarkai között folyamatosan csökken a feszültség. Ennek megfelelően csökken a két áram is, vagyis az zárbor egy egyre növekvő ellenállás majd szakadás lesz. A leírt folyamatot jól lehet bemutatni, ha egy ledet kötünk az áronkörbe, melynek kialvó fénye jelzi a kondenzátor feltöltődését. Felidézve a feszültségosztás törvényét és a kondenzátort egy végtelen nagy ellenállása helyettesítve, könnyen belátható, hogy a kondenzátor csak a generátor 0 feszültségének eléréséig töltődik. Feltöltött állapotban áram nem folyik, a kondenzátor szakadásként viselkedik. Ez olyan, mint amikor egy csapra szerelt gumiballon belső nyomása egyenlő vagy meghaladja a töltő nyomását. Ilyenkor már nem tudjuk tovább tölteni a ballont, a folyadék mozgása megáll a csőben. A kapcsoló alaphelyzetbe történő visszaváltásakor az áramkör a generátorról lekapcsolódik, és olyan zárt áramkör keletkezik, amely csak a sorosan kapcsolódó ellenállás és kondenzátor elemekből áll. A feltöltött kondenzátor ekkor U0 feszültségű generátorként viselkedik. I0 áram alakul ki, amely a kondenzátort az ellenálláson át kisüti. Az áramkörbe iktatott zöld LED fénye a kondenzátor kisülését szemlélteti. A kialakuló áram a törtő áramhoz képest ellentétes irányú. A kondenzátor töltése és feszültsége ennek következtében a kisütő áramerősség is csökken, és végtelen idő múlva mindkettő nulla lesz. A kondenzátor feszültség változását egy digitális oszcilloszkop segítségével működés közben is nyomon tudjuk követni. A tapasztalati mérések alapján levezethető matematikai formulák pedig segítenek majd később a gyakorlati problémák megoldásában minket. A feszültséghez hasonlóan fel lehet venni a kondenzátor töltési és kisülési áramát egy multiméter és egy stopper óra segítségével. Az adatokat grafikusan ábrázolva kapjuk meg az áramváltozás jól ismert jellegörbéjét. Az áram és a feszültségváltozás matematikai formuláiban szereplő TC vagy TAU paramétert időállandónak nevezzük. Ez a feltöltés és a kisülés folyamatának sebességét jellemzi. Az időállandó azt az időtartamot jelenti, míg töltéskor a kondenzátor végső feszültségének a 63%-áig feltöltődik, vagyis míg az induló maximális áram I0 értékének a 37%-áig lecsökken. Kisütéskor pedig az az időtartam, míg a kondenzátor feszültsége, illetve a kisütő ára maximális értékének a 37%-áig lecsökken. A teljes folyamat úgy töltés, mint kisütés esetén nagyjából 5 TC vagy tau idő alatt játszódik le. Például egy 100 mikrofarad értékű kondenzátor 47 kOhm értékű ellenálláson keresztüli töltésekor az időtengely 1 TC értéke 4,7 másodperc. Ha növeljük az ellenállás értékét vagy a kondenzátor kapacitását, akkor az időállandó vagy tau is növekedni fog. Az előző áramkört felhasználva kössünk párhuzamosan egy újabb kondenzátort a meglévővel. Ezzel növelve a kapacitást, azt fogjuk tapasztalni, hogy a töltés és kisülés ideje megnövekszik. A soros áramkör után vizsgáljuk meg a kondenzátor működését párhuzamos áramkörben is. Kezdetben a töltetlen kondenzátor rövid zárként viselkedik, így a led ellenállásán nem folyik áram, mert az a kondenzátor ágán folyik el. Ahogy a kondenzátor elkezd töltődni, növekszik az ellenállása, végül a kondenzátor teljesen feltöltődik és szakadásként viselkedik. Most szakítjuk meg az államkört és megfigyelhetjük, hogy a kondenzátor a LED soros ellenállásán keresztül kisül. Így a kisülés karakterisztikája megegyezik a soros kapcsolás kisütésének karakterisztikájával, azzal a különbséggel, hogy az államirány nem fordul meg, hiszen a fegyverzetek ugyanabba az irányba fognak kisülni, mint amelle a generátor hajtotta az államot. Most, hogy megismerkedtünk a kondenzátor alapvető tulajdonságaival, nézzük meg, mire is megyünk az elméleti ismereteinkkel. Legyen a feladatunk az, hogy meghatározzuk egy kondenzátor ismeretlen kapacitását az Arduino Uno segítségével. A képernyőn látható nagyon egyszerű kapcsolás összeállítása szükséges a mérés koncepciójának megértéséhez. Az ismeretlen C1 kapacitás keressük az ismert L1 és a mérendő TC vagy tau időállandó segítségével. Tudjuk, hogy egy TC vagy tau idő alatt a kondenzátor a végső feszültségének 63%-áig feltöltődik. A feszültségváltozást a töltés alatt az analóg digitális átalakító segítségével nyomon tudjuk követni, és segítségével megmérhetjük az időállandót. Jó példakódot találunk erre a koncepcióra az Arduino weboldalán, akit érdekel részletesen átolvashatja az algoritmus egyes lépéseit, és az elméleti háttér is szépen ki van fejtve. A kódot letöltve és betöltve a főbb megállapításokat tehetjük. A loop törzsében elindítjuk az időmérést és meghatározzuk az időállandó értékét. Tudjuk, hogy ha teljesen feltöltődik a kondenzátor, akkor 5 voltot, azaz 1023-at olvasunk ki az analóg lábakon. A feladatunk tehát annak az időtartamnak a megmérése, amikor az AD lábon 1023-nak 63%-át, vagyis 647-et olvasunk. Ezt legkönnyebben egy Y-ciklus segítségével valósíthatjuk meg. A Y-ciklus esetén az állójelek közti részben a ciklusban maradás feltételét kell megadni. Jelen esetben addig nem lépünk tovább a kódban, amíg az olvasott AD érték kisebb, mint 648. Amint a feltétel nem teljesül, tovább lép a programunk a Y-cikluson, és az időmérésbe fejezzük. A keresett kapacitást a meghatározott időállandó és az ismert ellenállás hányados adja. Programunk végén kisütjük a kondenzátort, és újra kezdődik a töltési ciklus, programunk a lúp elejére ugrik. A folyamatot és annak eredményét a soros monitoron követhetjük nyomon, láthatjuk, helyes eredményt kaptunk. Most, ha kicseréljük a kondenzátort egy nagyobb értékűre, láthatjuk, hogy a TC érték is megnövekszik. Algoritmusunk ugyan pontosan meghatározza a kondenzátor értékét, de idegesítően lassú maga a mérés. Végezetül módosítjuk úgy a mérést, hogy a kondenzátor töltését és kisütését nyomon tudjuk grafikusan is követni. Először cseréljük le a 10 k ellenállást, 1000 majd pedig az előző példakódot módosítjuk úgy, hogy a már az új ellenállás értéket vegyük figyelembe. Ezen felül a vágy ciklusok törzsébe írjuk ki a soros monitorra az aktuális AD értéket a szérián print line függvényhívás segítségével. A soros monitor helyett pedig válasszuk ki a soros plotter lehetőséget. Ha mindent jól csináltunk, grafikusan is nyomon követhetjük a kondenzátorunk töltési és kisülési feszültség diagramját. Az elektronikában a kondenzátorokat kétféle módon csoportosíthatjuk, a dielektrikum fajtája és a szerkezeti felépítés szerint. A dielektrikum fajtája szerint beszélhetünk kerámia, műanyag, fémoxid, tantár, levegő és papír kondenzátorról. A szerkezeti felépítés szerint pedig fix vagy változtatható kapacitású kondenzátorról. A kondenzátorok gyakorlati megvalósításai nagyon sokfélék lehetnek, ezért a most következő ismertető célja nem is lehet más, mint kinyitni a világot az érdeklődő számára. Kezdjünk is hozzá! Papírkondenzátorokat az 1960-as évekig gyártottak. Olcsó, megbízható, nagy tömegben gyártott kondenzátor típus volt. Régi készülékekben elvétve felelhető még. A papírkondenzátor olajjal átitatott vékony papírcsíkból áll, amelynek két oldalán helyezkedik el az ómból vagy alumíniumból készült fóriafegyverzet a fémfóriákat és a szigetelőanyagot anyagot feltekercselik, és a tekercset kivezetésekkel látják el. Végül műanyaggal körülöntik. Légmentes lezárásra van szükség a nedvességbe hatolásának megakadályozására. A papírnak, mind dielektikumnak sok kedvezőten tulajdonsága van, ezért a műanyag fóriák már teljesen kiszorították. A csillám kondenzátor réteges szerkezetű kondenzátor, amelynek dielektikuma ásványi eredetű tiszta csillám. A csillám kiváló elektromos mechanikai és időálló tulajdonságokkal rendelkezik, emiatt berendezések szűrőköreiben és kapacitás etalonként mérőműszerekben is alkalmazzák. A kerámia kondenzátorok kisméretű kerámia alapkák, melyek mindkét oldalára a fémgőzöléssel alakítják ki a fegyverzeteket. picofalát és nanofavád tartományban és elsősorban szűrő feladata, vagyis az apró nagy frekvenciás tüskék simítására, elnyelésére használják őket. Ezek a kondenzátorok elég érzékenyek a hőmérséklet változására. A nagyobb kapacitás elérése érdekében akár több lemezkét is rakhatnak egymásra, így kapjuk a léje több rétegű kondenzátorokat. Léteznek olyan kerámiatestek is, amik dielektromos állandó hőmérséklet függése csekély. Ezek kiválóan alkalmasak rezgő kondenzátorai számára. A fória kondenzátorok leginkább olyan jelfeldolgozó államközökben jelennek meg, ahol a kezámi a kondenzátorok pontatlansága és érzékenysége nem megengedhető. Tömb vagy tekelcset kivitelben készülnek. A dielektikuma műanyag fória. A közönséges műanyag fóriás kondenzátor fegyvezetei általában alumínium Legismertebb típusa a polisztirol kondenzátor. Nagy stabilitás és magasabb frekvencián is igen kis veszteség tényező Kiterjedten alkalmazzák rádió és tévévevő készülékekben, átviteltechnikai berendezésekben és műszerekben. Ismertek még poliéster és polikarbonát dielektrikumú kondenzátorok is. Ezek alkalmazási területe azonos a papír kondenzátoréval. Az elektrolit kondenzátoroknál a kondenzátor fegyverzete vezetőképes folyadék, úgynevezett elektrolit. Különleges kivitel esetén elektrolit helyett hasonló viselkedés mutató félvezető anyagokat alkalmaznak. Az elektrolit kondenzátorok jellemzően alumínium vagy tantál felhasználásával készülnek. Az alumínium fóliás elektrolit kondenzátor egyik fegyverzete oxidált felületű alumínium, ahol az alumínium oxid dielektrikumként működik. Így a kondenzátor egyik fegyverzete az alumínium, a másik az elektrolit folyadék vagy gél formájában. Kis térfogat mellett nagy kapacitása van, veszteségei viszont jelentősek lehetnek. Az elektrolit kondenzátor kapacitása a hőmérséklettel változik. Ha egy elektrolit kondenzátort fordított polaritása kötnek be, akkor az oxidétek pillanatok alatt leoldódik, vezetni kezd és a keletkező hő felforralja az elektrolitot. A kondenzátor felrobban. Kisebb elektrolit kondenzátorokat a robbanás elkerülése miatt hasadó míg az ipari kivitelű elektrolit kondenzátorokat biztonsági szereppel látnak el. Az elektrolit kondenzátor legfontosabb felhasználási területe a váltófeszültségből egyenirányított egyenfeszültségek stabilizálása a tápegységekben, valamint a szűrőkondenzátorként az alacsony frekvenciás váltóállomű összetevő kiszűrése. A forgó kondenzátor olyan sík kondenzátor, amelyben az egyik fegyverzet a síkjára merőleges tengely körül elforgatható. Ezáltal az egymással szemben levő felületek nagysága megváltozik, így megváltozik a kondenzátor kapacitása is. A forgó kondenzátorok általában néhány pikofarád és 500 pikofarád közötti végkapacitással rendelkeznek. A legkisebb állítható kapacitás a végkapacitás mintegy 10%-a. A Timmel kondenzátor többnyire elég kicsi kapacitású tárcsa kondenzátorok. Az egyik tárcsa rögzített, a másik eltolható. Finom hangolása használja a gyakorlat. A kondenzátorok jelölései nem olyan egységesek, mint az ellenállásoké. A nagyméretű kondenzátorok kényelmesen feliratozhatók, ilyenek például az elektrolit kondenzátorok, közvetlenül rájuk írható kapacitás a kapacitása mértékegységgel együtt. A néhány milliméteres kerámia vagy SMD kondenzátorok azonban méretükből adódóan nem adnak lehetőséget minden adat feltüntetésére, így egyszerűsíteni kellett a kondenzátorok jelölését. Gyakori megoldás, hogy az apró kondenzátorokra három számjegyet írnak. Az első két számjegy megadja az értéket, a harmadik pedig 10 hatványát. Az így leírt szám pikofarádban adja meg a kondenzátor kapacitását. Előfordul, hogyha két szám található a kondenzátoron, ekkor az érték közvetlenül pikofarádban értendő. A kondenzátorokon az ellenállásoknál már megismert szinkódot is szokták alkalmazni. A négy szinkód első két jele a kapacitás értékét, a harmadik, vagyis a szorzószám annak nagyságrendjét, míg a negyedik a kondenzátor névleges feszültségét határozza meg. A kondenzátor két legfontosabb jellemzője a kapacitás és a névleges feszültség, vagyis az a legnagyobb feszültség, melynél a kondenzátor dielektikuma még biztosan nem károsodik. A valódi kapacitás értékének a névlegestől való eltérése a tűrés. Ez utóbbit a névleges érték százalékában adják meg. A kondenzátorok gyártási tűrése szintén fel van tüntetve az eszközön. Az üzemi feszültség a névleges feszültségtől lényegesen kisebb és rendszerint nem nem lépi túl a névleges feszültség felét. A hőmérséklet megváltozásával a kondenzátor kapacitásértékek értéke megváltozik. A kondenzátoroknál a kapacitás hő okozta megváltozását a dielektrikum szigetelőrétek hőtágulása okozza. A hőmérséklet tényező azt jelenti, hogy egy Celsius fok környezeti hőmérséklet változás hatására a kondenzátor kapacitás értéke milyen változás szenved. Azokat a kondenzátorokat, amelyek elektromos bekötése nem közömbös, vagyis kivezetései nem cserélhetők fel az alkatész tönkemenetelen nélkül, egyértelműen megjelölik. A jelölés tantál elektrolit kondenzátorok esetén plusz jel a pozitív pólus azonosítására, míg elektrolit kondenzátorok esetén a negatív pólus jelölik a mínusz jellel. A kondenzátorok az energiát tisztán elektromos töltés formájában tárolják, ezért hirtelen nagy energiamennyiséget tölthetők vagy kisüthetők. Ebből fakad legnagyobb előnyük a hosszú élettartalmuk az elemekhez képest. A kondenzátorok elektródái nem degradálódnak több ezer ciklus után sem, ellentétben az elemekkel. Még a legmodernebb elemek is csak korlátozott élettartalmmal rendelkeznek, mivel az elemekben való energiatárolás az elektródák kémiai elváltozásával jár. A kondenzátorok viszont az elemekkel szemben nem képesek a feltöltött állapotot hosszan megtartani, a töltés elszivárog, valamint energiasűrűségük is jóval kisebb. Nem beszéltünk róla, de a kondenzátorok jól használhatók szűrési feladatokra. Ellenállás, és kondenzátor soros kapcsolásával aluláteresztő és felüláteresztő szűrők építhetők. A szűrés a jelfeldolgozás nélkülözhetetlen eleme, ezért mindenképpen meg kell vele ismerkedni. A digitális szűrők olyan szoftveres és hardveres megoldások, amelyek jelek helyreállítására, illetve szétválasztására használunk. De ezzel a témakörrel majd csak később fogunk részletesebben is foglalkozni. Most Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha tetszett a videó, akkor legyetek itt legközelebb is. Sziasztok!